Na, itt vagyunk, el van készülve a reggeli, vagyis hogy azt már megettem. Itt meg a izé, sziasztok Geci, helyzetöcskös, dég full gatyag, dég mi van? Tja, hát te öcskös, helyzet. Na, folytatva a helyzetet, itt van a kis pulykamel, itt van előkészítve már, elmosva előre a ételhordót, fogom vinni az imbára, szépen. Ez estére lesz majd így meghagyva, mert nyilván nem fogok kását vinni, vagy én legalábbis most nem akarok kását vinni a versenyre, ezért viszek van rizs, almát fogok hozzávágni, és akkor lesz a pulykamell, megnézzünk egy kis Szecsei urat, meg szoktam hallgatni, nem mindennel értek vele egyet, de nagyon sok mindent lehet tanulni. Viszünk mikrofont, Dávidnak viszem a cuccait, úgyhogy lassan indulás, készülődés. Jó reggelt, sziasztok! Elérkezett az IMA verseny napja, most van pontosan 8 óra, úgyhogy már el van készítve a reggeli, azt már meg is ettem, ott van utána egy rizskása, úgy be fogom majd mutatni, hogy fog kinézni a kaja, amit elviszek, ugye a kását nem szeretném elvinni magammal, mert nem szeretném, hogy kifoljon, szóval, hogyha hosszú távra megyek több óra hosszára, akkor szeretek mindig szárazabb ételt vinni, ami esetleg nem folyós és nem tud kifolyni, úgyhogy be fogom mutatni, hogy milyen a reggel. Dávid ma jön értem olyan, hát azt mondta, hogy 10-re legyek kész, de én már majdnem kész vagyok, úgyhogy 9-re legkésőbb kész vagyok. Úgyhogy Dávid jön értem, és akkor majd megyünk ki az újpesti rendezvénytérre, ahol a versenynek a helyszíne lesz. Úgyhogy láthatjátok a későbbiekben azt, hogy Dénes Komár, Dénes csapattársunk, Dávidnak barátja, hogyan fog felállni a színpadra, hogyan készült föl, milyen a formája, és ott lesz Dávidnak a versenyzője is, akit ugye Dávid készített föl, és még lehet, hogy találkozunk egy-két emberrel, aki szintúgy benne lesz a videóban, de ezt nem tudjuk, hogy ki mennyire lesz fotogén, kinek mennyire lesz kedve esetleg beszélni, megszólalni. Tartsatok velünk, de még előtte nagyon fontos, hogy iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, hagyd pörögjön az algoritmus, és csapassuk a csatornát. Köszönöm szépen! Helyzetesi? Mi a helyzet? Helyzet? Na, mi a helyzet, barát? Ül, Frutti, ügyes vagy. Fordul. Nagyon ügyes. Igen. Adj egy pacsit. Pacsit. Ügyes vagy. Jó van. Ügyes vagy. Lápoz. Ügyes vagy. Na, most mivel mindig kérdezik, hogy hogyan mérem a húst, és hogyan csinálom meg azt, hogy tudom, hogy mennyi nyersen, és hogy sülve, hogy hogyan alakul ki, hogy mennyi lesz az értéke, tehát, hogy sülve mennyi lesz az értéke, az egy kurva egyszerű dolog. Van egy ételhordóm, erre rá van írva, hogy 135 g az alap. Tehát, hogyha nulla. Ez most nekünk nem fog kelleni, csak majd akkor, amikor már ugye benne lesz a sült hús. Most tudom, hogy a sült hús másfél kiló volt nyersen. Másfél kiló. Ja. Megfogom, és ahogy ki van, ahogy megsült, szépen ugye a mérleg ki van nullázva, és elkezdem beleönteni. Mondjuk nem így, hogy a fele mellé menjen, de... Jaj, de jó vagyok, Geci! Faszomnak, az meg. Fele mellé. Próbálom teljesen kikaparni, nyilván, hogy a lehető legtöbb nettó húshoz jussak. Ne menjen kárba a fele. Jó, hát ez 2-3 darab ment mellé, körülbelül egy pici kis apró darabokat összeszedem. Jó, na szóval. Ez így, 1022 gram. El kell osztani akkor az 1022-15-tel, és kijön az, hogy mennyi 100 gram. Mert én amúgy mindig 100 grammossával szoktam méregetni, és akkor úgy tudom kiszámolni, hogy ez a napi 300 gram vagy 400 gram, amit én beviszek, az mennyi lesz. Úgyhogy nem szoktam nagyon túlzásba vinni, egyszerre lesütöm ezt a másfél kiló húst, ez olyan 5 napig elég, és kész. Kiszárítom, nagyon, én úgy szoktam legalábbis, hogy kiszárítom, hogy a lehető legkevesebb legyen a húsnak a nedvességtartalma, és hogyha berakom hűtőbe, akkor a hűtéssel alapból is ugye több napig eláll,
meg a másik az, hogy minél szárazabb a hús, minél kevesebb ugye a nedvesség tartalma, ugye annál jobban eláll, tehát annál tartósabban lehet ugye tárolni. Úgyhogy ennyi a lényeg, majd mindjárt kiszámolom, fel fogom írni, hogy mennyire jön ki, mennyi a matek, és hogy számolom ezeket a dolgokat ki. Na most, mivel az előbb ugye 1022 gram volt, most már csak 1018, most 1017, nyilván, hogy hűlik, ugye távozik belőle, gondolom, még egy pici nedvesség, meg minden, meg a párva által, stb. Mindegy, számoljunk, mit tudom én, 1010-zel, az a biztos. Tehát számoltunk 1010-zel, és 1010-et elosztottam 15-tel, kijött, hogy 67,3, de legyen mondjuk 67. Úgyhogy 67,3-at megszoroztam 3-mal, vagy másféllel, mert 150 g-ot eszek, tehát 67,3-szor az a másfél, 101-re jött ki, mivel eléggé pontos szoktam lenni, és eléggé precíz szoktam lenni, emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy egy-egy grammokon ne menjünk el, főleg ilyenkor, amikor kimérjük, mert amikor számolunk, akkor nyilván belevettem azt, hogy egy picit még ugye csökkenni fog a súlya, úgyhogy abból az 1022 helyett 1010-zel számoltunk, szóval én nagyon pepecserős vagyok, én így szoktam csinálni. Én zöldség helyett most gyümölcsöt eszek, almát, rá is dobjuk a mérlegre mindjárt, hogy mennyi, mert 500 g van a tervemben, ami lehet most 600, meg lehet 450, és nem szoktam ilyen szempontból foglalkozni vele, de tudom, hogy 500 g-nyi alma, az körülbelül kettő ilyen nagyobb alma. És akkor úgy szoktam, hogy minden étkezésbe egy fél almát beleteszek. Hát nem tudom, hogy látszik-e, de 246. Jó? Most meg összevágom szépen. Egyébként a komoly, hogy hívják? Vágod ezt? Van egy kedvenc késem egyébként, nem tudom, szerintem pár száz forint, és szarrá van már menve az egész nyere minden, de imádom egyébként. Van egy ilyen pucolási módszerem, kivágom a sarkát, leszedem azt a szart, körbe kivágom a magházat, és ugye a mérés is úgy volt, ugye 246, hogy még ezek benne voltak, de most már ugye 230, szóval tutira benne leszek. A vágást úgy szoktam csinálni, hogy három felé vágom, így, akkor így mutatom, három felé vágom így, hogy kisebbek legyenek a darabok, és utána pedig két oldalról szétcsapintom. Az idézős kamerázás miatt egy picit elcsöztem. Szépen szétteszem rajta, szétszórom rajta. Frankon. De mostanában kezdtek el az elmúlt időben hogy ezzel foglalkozni, hogy ha egy pici fruktóz van a sima szénhidrát bevitelet mellett, akkor segíti a szénhidrátoknak a felszívódását. Plusz az almában van egy pici rost, ugye azt hiszem az alma pektin, most nem akarok hülyeséget mondani, ez is ugye segíti az emésztést. És úgy vagyok vele egyébként, hogy árérték arányban majdnem jobban megéri megvenni az almát még mindig, mint a gyümölcsöt, meg édesebb, úgyhogy én a diétában is ezzel fogok operálni egyébként szerintem, hogy húst fogom menni az almával, és egyébként pont a Sanyinak a versenyzőjével, az Ervinnek beszéltük régebben, hogy mennyire szereti ő is az almát, és hogy mennyire sokat használja a diétába, és pont azt mondtuk, hogy én is azt szoktam csinálni, mert árérték arányban kedvező, tárolása simán jó, tehát hogyha felkockázom is, akkor is egyébként több órát eláll még melegbe is, annyi, hogy egy picikét ugye elkezd, nem tudom mit csinálni, cukrosodni, vagy nem tudom, de még akkor is finom, és akkor is eláll bőven, szóval nem olyan, mint egy mit tudom én, egy uborka, ami megfonyad, szarrá rohad, meg megavasodik, meg mit tudom én, úgyhogy tárolás szempontjából jó, árérték arányra jó, úgyhogy én ezt fogom használni, ezt szeretem, ez megy állandóan, úgyhogy nagyjából így néz ki a 3000 kalóriás kajám, hogy van egy 100 g rizskása, fél alma, 40 g fehérje, meg most kaptam egyik vendégemtől 86%-os kakaótartalmú csokit, abból egy 10 g-os kocka, de egyébként általában sertés zsír szokott menni, és nem vicc. Akkor ugye van pulykamell,
akkor néz ki még 100 g rizs, 150 g pulyka, csirke vagy marhahús, vagy sertéshús, meg 120 g nyalma kb. Ez kétszer, meg van a reggeli zab, az meg 100 g zab, ugyanúgy egy fél alma, ugyanúgy 40 g fehérje, és ugyanúgy egy darab kocka csoki, vagy pedig egy evőkanál. Most ezt szoktam tolni, több magolaj, vagy legy magolaj, vagy több magolaj, vagy olívóolaj. Számomra fontos a zsíradék, én úgy vettem észre, hogy az én emésztésemnek ez jót tesz, hogyha minden étkezésben van egy pici zsíradék, plusz ugye elnyújtja a felszívódását a tápanyagoknak, így ugye diétában sem vagyok annyira éhes, de ami nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mindig őszinte vagyok, nekem a diétában széklettel mindig problémám van, és hogyha nem eszek elég zsíradékot, akkor nekem teljesen kuka a székletem. Tehát van, és van inger, és van minden, de viszont nagyon-nagyon-nagyon nehezen jön ki, tehát székletelésem van. És ahogy így ezeket a dolgokat így összeválogattam, meg összepakoltam, így még alacsony kalóriális egész tűrhetős volt, úgyhogy teljesen másképpen fogok neki menni a diétának, és teljesen másképpen, vagy más eredményt várok tőle, mint a 23-os tavaszi szezontól majd. Úgyhogy nyomjuk. Biceps. Páros biceps szemből. Yes.
Front let's spread, a mad cheapo. Yes, I've been. Side chest, oldalsó biceps. Jó, gentlemen, back double license, please. Páros biceps hátulról. Back mode, maszkulár. Köszönöm szépen, uraim! Thank you, gentlemen, go to the backline, fárja be a hátsó vonalra! Ülés, pihenni, arra, ami fontos. Jó, menjünk fel a szintre. Olyan pontosan nagyon olyan volt, mint Szlovákiában. Sokat többetettem meg minden. Yes,
chest, please. Back down the license. Side triceps. Abdominals and times. And favorite classic physique pose. Az öcskös. Éhes vagyok. Bárkit megenne az öcsém. Nem, most lesz burgonyás ma. Kujká, nem.
rizs, 50 g rizs, 250 g pulyka mell és 125 g zöldség. Az jó, erős. Köszönjük szépen, Benjamin, 67-es rajtszámban.